időközben 170 kg-ra került a súly, és ezt a görög olimpiai bajnok Dimas könnyűszerrel kiszakította, viszont ezzel a súlyjal az örmény Csakoyan, a világcsúcstartó nem boldogult, így még a dobogóról is leszorult, hiszen Dimas mögött a második Cofalik lesz 167,5 kg-mal, majd Bliscsik a harmadik nehezebb testsúlyával, ugyanilyen súlyjal. És kérem szépen, most a 170-hez még 6 kg-ot kért az olimpiai és világbajnok görög versenyző, amivel fél kilogrammal szeretné túlszárnyalni az örmény Csakoyan tavaly Isztambulban elért világrekordját. A versenyben, ha teljesíti is a 176-ot, csak 175 számít. A mai napon még csak egy Európa csúcsot láttunk, és az elmúlt napok elkényeztettek bennünket világcsúcsok tekintetében, de pillanatban a görög fiú a feje fölé lendítette hihetetlen robbanékonysággal, fantasztikus robbanékonysággal ezt a 176 kg-ot, és ezzel most már a legkényesebb ízléseknek is megfelelhet a mai verseny, hiszen újabb világrekord született Dimos Pirros révén. Nagyon gyors indítás és hasonlóképpen nagy robbanékonysággal a befejezés. Úgy látszik, óriási formában érezheti magát Dimas, hiszen a 177,5-nek is neki megy. Teljes csönd a csarnokban. Jakovu, görögök mestere, jókedvűen, derűsen néz a várható percek vagy pillanatok elé pontosabban, hiszen ez a 177,5 kg a másodperc tört része alatt eldönti, ki győz, az ember vagy a vas. Ő bizony az ember győzött. Pirros Dimas szokása szerint ez alól az irtózatos súly alól mosolyogva, nevetve néz ki balra, néz ki jobbra, konstatálja az örömöt, ami most végig söpör a csarnokon, hiszen ez most nem csak az ő öröme, fantasztikus gyakorlat volt, még egy kicsit, mintha túl is húzta volna a súlyt, és onnan korrigált, hátrafelé lépve, itt már nevet mindenen. 10 kg előnnyel vezet, két világcsúcs tulajdonosa. A szakításban csak az ötödik helyet tudta megszerezni a török Seven 165 kg-mal. A lökésben a két mázsa egyszer kifogott rajta, egyszer teljesítette, és most utolsó fogására 202,5 kg-on fejezné be a versenyt. Ha ez sikerülne neki, akkor megelőzhetné a verseny jelen pillanatában a lengyel Cofalikot, könnyebb testsúlyának köszönhetően. A lengyel versenyzőnek még van két gyakorlata. Irtó nehéz volt a felvétele, már a két mázsánál is. És marad a kettő mázsa a 165-ös szakítással kiegészülve, összesen 365 kg, e pillanatban bronzérmes hely. Mögötte áll a negyedik helyen a grúz Mikiasvili 360 kg-mal, de ő még kétszer is támadhatja a törököt, még két fogása van hátra. Miként a most következő lengyel Cofaliknak is, aki a szakításban második volt, és 200 kg-on mutatkozott be. Ő 367,5 kg-val áll e pillanatban a második helyen, a görög Dimas mögött 10 kg-os hátránnyal. 5 kg-os emelést kért a lengyel fiú. Aránylag könnyen áll föl vele, pedig ez most lengyel csúcs. Lengyel csúcs lehet, és meg is lett, pillanatban uralta, óriási. Cofalik eddig 5 jó fogást mutatott be, kérem szépen.
és 372,5 kg-mal megerősítette a második helyét. A súly nem változik, 205 kg, a tét más, hiszen itt a harmadik helyért folyna igazából csata a török és a most következő grúz versenyző között, de nem nagyon kockáztat Mikiasvili, a két fogásából nem rögtön arra a súlyra ment, amivel már megelőzhetné Szevencset, hiszen ő nehezebb, tehát a grúznak többet kell emelnie a testsúly különbség miatt. Igen, megvan a 205, de ez csak annyit tesz, hogy 365-tel azonos eredménye van a törökkel. Ez még kevés az előrelépéshez. Kedves nézők, nem hiszem, hogy nagyot tévednék, amikor azt mondom, amennyiben Dimas ugyanúgy folytatja, mint az eddigi négy gyakorlata során hibátlan, pontos, precíz emelésekkel, akkor tőle ezt az aranyérmet nem lehet elvenni. Sőt, amennyiben a 207,5 kg-ot teljesíti, ez a második lökés a görög fiúnak, az összetettben új világcsúcsot érhet el. Az este folyamán sorrendben már a harmadikat. Helyből lök, és a feje fölött ott nyugszik, ott pihen a 207,5 kg, ő pedig megint csak kinéz balra, kinéz jobbra. Hát, hogyha hátul lennének ott még a színpadon, talán még meg is fordulna oda, és vetne egy pillantást. Új összetett világcsúcs, ez azt jelenti 385 kg-mal. Az eddigi rekordot a német Huster tartotta, Isztambulban érte el a VB-n. Huster most ide nem jött el, a pekingi világbajnokságra készül, világbajnoki aranyérmét szeretné megvédeni, de azt hiszem, ha ebben az esztendőben ugyanezt a formát futja majd az olimpiai bajnok Dimas, akkor hallatlan nehéz dolga lesz. Cofalik már semmiképpen sem hozhatja be Dimaszt, akkora a különbség a két versenyző között, de hát a lengyel azt hiszem boldog, nagyon boldog, az ezüstéremnek nagyon örül, viszont a grúz Mikiasvili még behozhatja, illetve le is lökheti a dobogóról a török Szevencst. 365-je van a töröknek, és ha a grúz fiú teljesítené a 207,5 kg-ot, akkor versenyben ő a harmadik, ő a bronzérmes. Ej, nem lesz meg, nem bírta ki, nem bírta tovább, előre kellett mennie, és gyalogolt, közben elvesztette a súlyt. Így elmaradt élete első érme a 27 éves grúznak, aki pedig küzdött kegyetlenül, sőt, ha az egész versenyt figyelembe veszem, akkor különösen, hiszen a szakításban csak utolsó fogásával maradt bent, és itt a lökésben is mindent megpróbált, hiába. Szofaliknak semmilyen vesztenivalója nincs értelemszerűen, hiszen az ezüstérme biztos, és ennek tudatában lép most oda a súlyhoz, világcsúcs kísérletet tesz 211 kg-on. 210,5 a világcsúcs, a török Szunay Bulut tartja, ő egy súlycsoporttal feljebb vándorolt Isztambul óta, azért nincs most itt a mezőnyben, és Cofalik megpróbálja. A közönség segíti. Nem ment a vége, nem ment Cofaliknál. Mindent megpróbált, nagy tapsot kap a lengyelektől, ezüstérmesként hagyhatja el a varsói EB dobogóját. Összeredménye 372,5 kg. Kérem szépen, az elmúlt évben nem volt értékelhető eredménye Dimasnak, hiszen az Európa-bajnokság idején nősült és kihagyta az EB-t, Isztambulban, a világbajnokságon pedig egész egyszerűen kiesett a lökésben. De ez az éves szünet, hogy így mondjam, úgy látszik nagyon, de nagyon jót tett neki, hiszen most a negyedik és ötödik világcsúcsa előtt áll, erre készül, 211 kg-on próbálkozik, eddig öt jó fogása van hátra.
fél kilogrammal szárnyalná túl az érvényben levő világrekordot, és ha ez sikerül, akkor összetettben is tovább srófolná a világcsúcsot. Megcsinálja! Hát ez egészen fantasztikus! Fantasztikus! Amit itt ma csinált ez a showman, talán maga sem hiszi el. Csodálatos produkciót mutatott be az albán születésű, 1971-ben Albániában született Dimas. Albán színekben is indult Európa-bajnokságon, jóval szerényebb sikerek mellett, és hát eltört a mécses a bajnoknál, mint látják. 1992-ben robbant be a nemzetközi élvonalba, amikor az olimpián győzött Dimas Pirros. Győzelmének hírére a parlamentben Görögországban megszakították a munkát. Hát gondolom most csak azért nem, mert ezen a késői órán már a parlament sem működhet. Kedves nézők, fantasztikus befejezése ez a mai napnak, a Varsói Európa-bajnokság harmadik napjának. Dimas Pirros 387,5 kg-os új világrekorddal, összetett világrekorddal, összesen 5 világcsúccsal nyerte el mindhárom aranyérmet 6 jófogás után. Ezzel köszönöm szépen a figyelmüket, gondolom legalább ennyire izgalmas lesz a jégkorong összefoglaló is.